Brüsszel tanulságait le kell vonni, egyértelmű számunkra, hogy fogozni kell a biztonsági intézkedéseket. Indokolta a kezdeményezést Pintér Sándor, aki elmondta, az igazságügyi minisztérium megkapta a javaslataikat, amelyek alapján az ünnepek alatt elkészíti a szövegtervezetet. Áprilisra szeretnék elkészíteni a törvényjavaslatot, amelyhez a parlament soron kívüli eljárását kérik majd. Kérdésre válaszolva közölte a homédelmi területen az alaptörvényt érinti módosítás, Emellett a Nemzetbiztonsági Törvényt, a Rendőrségi Törvényt és a Büntető Törvénykönyvet is módosítanák, ez utóbbi esetében bizonyos szankciókat akarnak megemelni. Pintér Sándor elmondta, javaslataikban létszám, eszközös technikai fejlesztéseket kérnek. Továbbá terrorelhárítási központ megerősítését, az információáramlás biztosítását szeretnék elérni. Utóbbi kapcsán elmondta, hogy a kormány döntött egy terrorelhárítási információs és bűnügyi központ létrehozásáról is. Ennek a központnak a feladata lesz, hogy a beérkezett információkat megfelelő szakmai tudással párosítva értékelje, elemezze és egyes nemzetbiztonsághoz kötődő szervezeteket, vagy a rendőrség szervezeteit támogassa a munkájukban, felhívja a figyelmüket egyes cselekményekre. Simicko István, honvédelmi miniszter a brüsszeli támadása utalva hangsúlyozta, új biztonsági helyzet van, a hibrid hadviselés korszakát éljük, és a Magyar Honvédség is szeretné a feladatát teljesíteni a magyar emberek biztonságának garantálása érdekében. A honvédelmi miniszter fontosnak tartotta, hogy az ellenzéki pártok értékeljék újra a helyzetet biztonsági szempontból, és reményét fejezte ki, hogy megkapják a felhatalmazást az alkotmány alkotmánymódosításra.